székesfehérvári öreghegyi templomban püspöki szentmisével ünnepelték magyarok nagyasszonyát, akit az 1038-as Szent Istváni ország felajánlás óta tisztel saját pártfogójaként nemzetünk. Az ünnepen a főpásztort és a híveket Tornyai Gábor plébános köszöntötte. Mária egész életét áthatotta az, hogy ő az Istenre figyelő ember volt, aki igen tudott mondani arra a helyzetre, amit igazából nem értett, amikor Gábor angyal megjelent neki. Igen tudott mondani akkor is, amikor nehézségekkel kellett szembenézni. És azt gondolom, hogy amikor mostani világban, amikor bőven vesznek körül bennünket nehézségek, akkor talán érdemes ezt nekünk is megtanulnunk Máriától, hogy ebben a nehéz, vagy éppen számunkra érthetetlen helyzetben is az Istenre figyelésnek a képviselői tudjunk lenni, az Istenben bízásnak a képviselői tudjunk lenni, és egy ilyen búcsú alkalom, egy ilyen ünnepi alkalom talán ennél is ráirányíthatja a figyelmünket erre a felelősségünkre. Spányi Antal megyés püspök a búcsún megemlékezett a szűzanya mindent Istenre bízó életéről, és arra buzdított, példája nyomán ne csak kéréseinket terjesszük bizalommal a mennyei atya elé, hanem arra is figyeljünk, hogy Isten maga mit kíván tőlünk. Mi a szűzanyához megyünk, és általa kérjük Jézust, és aztán megmondjuk Jézusnak, hogy mit kell neki tenni. Megmondjuk a szűzanyának, hogy mi az ő dolga. Eléje tárjuk azokat a gondokat, bajokat, aggodalmakat, amelyek jelen vannak az életünkben. Azt hiszem, hogy ez egy szép dolog, és ehhez a keresztény embernek van joga, de Szent István valószínű nem ezzel a lelkülettel fordult a boldogságos Szűz Mária felé, amikor Szent Fia sírja mellett imádkozva kereste a hogyan továbbot. Istent kérdezte, hogy Isten mondja meg neki, hogy mit kell neki tennie, és erre volt kész a szívében és a lelkében, és a boldogságos Szűz Máriától ehhez kért erőt és ehhez kért segítséget. A főpásztor arról is beszélt, magyarok nagyasszonya ünnepén Szent István arra tanít bennünket, legyünk készek szívünkben és lelkünkben úgy fordulni a boldogságos Szűz Mária felé, hogy új utak nyílhassanak meg előttünk, Isten akarata váljék valóra életünkben. A magyarok nagyasszonya ünnepi szentmise püspöki áldással és himnuszokkal zárult.